Legáth István helytörténész saját komáromi és koppánymonostori vonatkozású történelmi gyűjteményét adományozta Komárom városának. Az általa fellelt relikviákból a koppánymonostori Dózsa György művelődési házban egy állandó kiállítás jött létre. Az emlékszoba avatására április 21-én került sor. Az esemény nyitányán a tárgyi emlékeket befogadó koppánymonostori kulturális egylet képviseletében köszöntötték a megjelenteket, akiket az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és tanárai szórakoztattak egy rövid műsorral. A muzsika szót követően Cita János alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz, felemlegetve koppánymonostor régmúltját, gyökereit, hagyományait és a történelmi korokban előkerült erekék jelentőségét is illette, kiemelve a közösségre gyakorolt összekovácsoló hatásukat. Az idei évben 20 éves monostori kulturális egylet aktívan formálja a városnak, a városrésznek a közművelődését, ami nem csak abból áll, hogy rendezvényeket szervez, bálokat, gyerekeknek programokat, hanem egy kicsit a gyökereket is keresi. És ez a találkozás, amikor Pistával találkozott az Egyesület, biztos emlékszünk rá, hogy volt egy korábban egy olyan kiállítás itt Monostoron, az egyik falunapon, amikor a szőlészet borászatnak a tárgyi emlékeit mutattuk be, és annak a lelkes gyűjtője Felner Tibor barátom volt, aki ezt elkezdte, és ez nőtte ki magát ide. Lett egy házasság. A Pisti ide jött közénk Monostorra, megtaláltuk egymást, és én azt gondolom, hogy ő neki a civil munkássága ezzel a kiállítással még jobban ki tud teljesedni. A gyűjtemény felajánlója évtizedeken keresztül kutatta, és kutatja ma is Komárom erekjéit. Ezt a kutatómunkát méltatta Felner Tibor, az egylet tagja. A jelenlévők a beszédeket záró zenei műsort követően átvonultak az avatandó kiállítás helyszínére, ahol Legáth István, a kiállítás megalkotója, a megjelentek figyelmébe ajánlotta a ritkaságokkal teli helyi vonatkozású tárlatot. Abban a letűnt monostori mesterségek tárgyi eszközeit. Legáth István gyűjtőszenvedélye nem új keletű. Kisgyerekkorom óta gyűjtöm a régi tárgyakat, tehát kezdtem érmekkel, ugye bélyeg gyűjteménnyel, amit felleltem a nagypapa után, és akkor így fokozatosan kezdtem először Rómával foglalkozni, és akkor rájöttem, hogy egyszerűen nem mehetek el mellette, hogyha nem, tehát nem pont római tárgyat találok, vagy hasonló korú eszközt, érmét, bármit, hanem egyszerűen akkor elhoztam a más korszakokból származó tárgyakat, és akkor így rakódott, a korszakok egymással torlódtak, akkor ugye, amikor egy bizonyos alap összejött, akkor azokat rendszerezni kellett, és azt vettem észre, hogy gyakorlatilag már mindenféle történelmi korszakból egy ilyen kis bázisgyűjtemény kialakult. Több kiállításban bemutatta többek között a fellelt néprajzi tárgyait is, melyeket gyakran a néprajzi lexikon alapján kell azonosítania. A 19. századból a szabadságharc idejéről származó tárgyak emlékek sorára talált rá a Duna partján. Mint hajós ember, ugye 20 évet eltöltöttem közel a vízen és a Duna parton, egy olyan feltérképezetlen vagy ismeretlen terület jártam be, amire később jöttem rá, hogy ez micsoda lehetőség volt számomra. Ugye, mert mindenki hajlamos arra, hogy utána néz városok, stb., de maga az a partszakasz, ami érintetlenül megmaradt számunkra, hogy micsoda tükörképet tud nekünk nyújtani, vagy egy metszetképet a történelmről. Tehát úgy képzeljük el, hogy van egy magas part, abban szépen látszanak a rétegek, mint a régészek leásnak. Nekem nem kellett leásni, csak kikötöttem, és akkor láttam. Tehát ez így indult ez a történet. Kecskés László helytörténész hiteles forrásanyagként szolgáló könyveit gyakran vette alapul kutatásaihoz. Amit ő leírt, hogy odalőttek azzal az ágyúval, az ember odament és megtalálta azt ágyúgolyó lövedéket. Nagyon kevés ilyen könyv van manapság, amire ennyire lehet támaszkodni. Tehát én azt mondanám, hogy ez inkább az ő érdeme, hogy én meg csak oda mentem és megtaláltam. Tehát így sikerült ez a április 26-ai Talpidnak a fellelése, ugye végülis, amit Komárom ugye folyamatosan ünnepel, és hát szívem vágya az, hogy egyszer az ilyen méltó emlékei lenne Komárom számára. Ez gyakorlatilag ugye a régi történelmi térképekkel azonos helyen található a Csillagvárnak a főbejáratával szemben,
egészen a Öregvárnak a Vágdonai bástyájáig. A gátépítés során a Klapka György Múzeummal közösen a kövezés alól egy sort kimentettünk, de a mederbe 90-es vízállásnál, tehát még a második sor szépen látható, és a harmadik sorról is beszámoltak a bulvárok, úgyhogy ez azt mondom, a nyári időszakban ez egy külön érdekesség, egy kiránduló hely, lehet, hogy ezt megnézzék. A cölöpökről nagyon érdekes dolgok derültek ki, gyakorlatilag a 1760-as években kerültek a fák kivágása, ami nem azonos azzal, hogy azt a kivágott faanyagot akkor is használták föl, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy ilyenkorú cölöpobjektum van jelenleg is a Komáromi Dunaparton. Legáth István nevéhez fűződik a monostori sáncokkal kapcsolatos kutatás is, jelenleg ezen dolgozik. Több kiállítás nyílt meg városunkban és környékén az általa gyűjtött régiségekből. Így például a monostori erőd Dunai bástyájában, melyben a régi mesterségek nyomába ered. Állandó kiállítással rendelkezem a Komáromi monostori erőd Dunai bástyájába. Ugye a komári mesterségek szintén Keskés-Laci bácsinak a tematikája alapján, ugye halászat, aranymosóban van jelentős részem akkor cigánykovács, kovács, hajóács, asztalos mesterségek kerültek bemutatásra, ott külön érdekesség egy bőgős hajónak a kormánylapát tartója, amit sikerült fellelni a Dunaparton. Állandó kiállítása van a Dunalmási lovardában, Lébényben a kőfaragó mesterségeket illusztrálta tárgyaival, és nemrégen Nasszájon a Komáromi hídfőnél talált kiállítási anyaggal is bemutatkozott. Koppány monostoron teljes körű kiállításával a helyi identitást erősíti. A szőlészet borászat, itt ugye kiemelném a gyalogtők és szőlőművelésről való áttérést a kordonművelésre, tehát ennek sikerült itt bemutatni egy gyalogtőkét, ez volt a legnehezebb egyébként gyűjtésben még egy ilyet fellelni, illetve a szőlőkarót, a gyakorlat teljesen kiveszett. Mögöttünk ugye a mezőgazdaság, tehát a gabonatermesztéstől a gyümölcstermesztésig, gondoljunk csak a monostori szigetre, az almásra, azokat kívántam megjeleníteni. Akkor szépen jövünk így tovább, akkor átmegy az, hogy a paraszti eszközöket ugye háború esetén ugye a fegyverré alakították át, akkor meg is érkeztünk a szabadságharcig, a tárlóba, kezdve a szabadságharc, a bőgőshajó kikötő, szintén ugye a monostori erőd volt található, 1850-től már metszeten is ábrázolták, megkerülhetetlen ugye a monostorra kapcsolatban, a centenáru évekkel kapcsolatban a első világháború, illetve érinti a vitrin a második világháborút, a csajkák és a kulacs, tehát a erődnek ellátását, a jelmezését kívánja szimbolizálni. A tavalyi év folyamán közel 2700 darab tárgyat ajándékoztam a Komárom városának. Ezeknek a tárgyaknak döntő többsége őskori, ami konkrétan tehát a patintott kőkorszak, a csiszolt kőkorszakból származik, illetve részkor és korabronzkor. Azoknak a tárgyi emlékeit lehet itt meglátni. Gyakorlatilag ezek a őskori telepek, amerre nekem volt rálátásom sütőtől egészen ácsvaspusztáig végig, ugye folyamatosan megtalálhatók voltak a Dunaparton, mai napig a nyomaik megtalálhatók, és ezeknek a összegzése, tehát ez a kis vitrin, amit itt most látunk. Az alkalommal a gyűjtő egy az 1849. július 2-ai ütközetből származó mozsárbomba repeszt adományozott a Dózsa György általános iskolának, azzal a szándékkal, hogy a diákok könnyebben azonosulhassanak elődeink korával, hogy elképzelhessék, milyen súlya volt egy háborús helyzetnek. A gyűjtő az egyik tájra különös hangsúlyt fektetett. Ezen kiállításban egyik legkedvesebb tárgyam, amit Ágoston Géza bácsitól kaptam, egy régi nagy mázsa, ami végül szimbolizálja gyakorlatilag egész mezőgazdaságot, mert úgy is lett berendezve, hogy a gabonától kezdve, hogy a mézes bödönig, tehát gyakorlatilag ezzel mindent lemértek. És hát sok munka volt vele, szépen sikerült konzerválni, de hát hála Géza bácsnak szépen, hogy egybe megőrizte, tehát vigyázott rá, úgyhogy itt aztán még reméljük, még 100 évig még itt kiszolgál minket is. És még egyszer köszönöm, mert Géza bácsit nagyon sok tárgyat kaptam, tehát próbáltam inkább úgy berendezni a kiállítást, hogy minél több monostori anyag legyen, és tehát itt kaszától kezdve minden, amit
őtőle kaptam, és remélem rászolgáltam a bizalomra. Elégedett a kiállítással és a tárgy felújításával? Tetszik a rendezés és a kiállítás megrendezése, és örülök, hogy azok a tárgyak, amiket a Pistának átadtam, egyben a múzeumnak is átadtam, és ezek nagyon jó helyre kerültek. Körösi Flórián az egylet elnöke arra hívta fel a figyelmet, az oktatásban nagy haszna lehet a kiállításnak. Meghirdetjük az iskoláknak, óvodáknak, középiskoláknak, hogy lehet jönni, egy időpont egyeztetés alapján, és még tárlatvezetést is felajánlunk, mert természetesen nem minden fiatal találkozott még ezekkel az eszközökkel, ezért is lesz nagy élmény, akik ide eljutnak, ez legyen fiatal, idősebb korosztály, a fiatalabbaknak azért, mert számukra ez teljesen idegen, ami a régmúlt időkben napi használati tárgyak voltak, az idősebbeknek pedig azért, mert régi emlékeket fog felidézni bennük, hogy ők már használták is ezeket a tárgyakat. A régi nagyszüleinknél mindennapi eszközök voltak ezek. A tárlat ajtaja tehát időpont egyeztetéssel a komáromi iskolák és érdeklődők számára nyitva áll. A kiállítás ingyenesen látogatható.